Mi lesz a mai penzum? Nagyon kellemes lesz. Kellemes? Akkor jókor jöttem. Mátyus János visszatért a pályára, méghozzá a Fradi színeiben. A Reac edzőjeként tevékenykedő egykori válogatott játékos persze nem Tomás Doll együttesében fog szerepelni, hanem a Ferencváros szurkolói csapatában, az FFC-ben. Nagyon szeretem a klubot, megkerestek és nehéz volt a döntés, de úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatukat, megtisztelő. Mátyus 1998-ban lépett először pályára a Ferencvárosban, és azonnal belopta magát a zöld-fehér szurkolók szívébe. Az első bajnoki meccsen a Szombathelyet fogadtuk, hadásra játszottunk és 1-0 nyertünk, a gólszerző pedig itt veled szembe. A lassan 40 éves játékos hálás a 9. kerületi fanatikusoknak, és bár nincs csúcsformában, bizonyára puszta jelenlétével is segíthet a csapaton. Élnek halnak a klubért, és én ettől a tábortól, a nagy tábortól, az országos tábortól rengeteget kaptam. Szeretetet, megbecsülést, elismerést. És ezzel az akciómmal egy picikét most talán, nagyon picikét, visszabírok adni a számukra. Gyere, ki jel! Senki! Senki! Most az ember jobbról! Azaz! Érde! Szép! Tehát ez a labda. Kezdjük az alapoktól, jó? Újdonsült csapattársával dr. Lőrinc Mártonnal gyerekkori barátok, így neki külön öröm, hogy végre egymás mellett játszhatnak a Ferencvárosi futballklubban. 2008 nyarán alakult ez a csapat. Igazából egy kispályás tornán néhányan felvetették, hogy milyen lenne akkor, hogyha nem csak kispályán szerepelnének a fradi szurkolók, hanem megmérettetnék magunkat nagypályán is. Blass 4-ből indultunk legalulról, és most már második éve a Blass 1-ben vagyunk. Matyek persze még nem igazán ismeri a csapat erősségeit és gyengéit, de szerintem nem fejben kell javulniuk, mentálisan ugyanis erős a társaság. Technikai van a gondjaik, helyezkedéssel, védőknek a mozgásával elég sok gondjuk van, ami nem úgy működik, hogy esetleg működnie kéne. Én ebben szeretnék, mentálisan ők nem hiszem, hogy túlságosan erre rászorulnak, taktikailag viszont hát van mikor fejlődniük. Az FFC hitvallása így hangzik, a Ferencváros mindenek felett. A program pedig az aktív kikapcsolódás, majd pedig közös szurkolás a nagy csapat mérkőzésein. Az ember ilyenkor feldobódott állapotban, hisz az első edzésem volt a fiúk között, ez mindig különleges, tehát nincs fáradtság, holnap reggel valószínűleg lesz, de most még bírtam.